valóban ellátott helyiségben zajlik. Ma kipróbáljuk azt, hogy milyen virtuális körülmények között megpróbálni a tudománykocsma hangulatot felidézni. Ehhez nagyszerű témánk és nagyszerű előadónk van a mai nap alkalmából. A nagyon józanoknak és nagyon hivatalosaknak dr. Molnár Orsolya, akik már jobb hangulatban vannak, azoknak Orsi, akinek a következő vírusveszéllyel kapcsolatban egy elhíresült TED előadása forog 2019. decemberre óta az interneten, és biztos mindenki nagyon kíváncsi arra, hogy mit gondol másképp 2019. december óta, amikor még nem kandikált ki valahonnan egy halpiacnak egy sötét szegletéből ez a bizonyos COVID-19 nevű versenyző. Jó magam, Zé Karvalics László vagyok, aki azzal okozok meglepetést az előadónknak, hogy elárulom, hogy pár éve egy majdnem Zsoldos Péter díjas, tudományos, fantasztikus novellámban az emberiségnek a vírusokkal szembeni utolsó nagy csatájáról írtam, egészen váratlan fordulatokat tartalmazó novellában, és a Fuldur kapitány küldetése úgy tűnik, hogy soha nem volt olyan aktuális, mint most. Úgyhogy átadom a szót, előadással, a prezentációval készültél, de kérlek, hogy mielőtt belefognál, mondj pár szót magadról azoknak, akik nézik ezt a webirádiumot, és eszük ágába sincs bejelentkezni addig, amíg sor nem kerül az interaktív részre, az előadás befejezése után a kérdésekre és a feleletekre. Köszönöm szépen a felvezetést, és én is szeretettel köszöntök mindenkit online a virtuális térben. Ez már a sajnos sokadik olyan rendezvény, amikor nagyon szívesen mennék személyesen, de a Covid miatt erre is online kerül sor. Engem Molnár Orsinak hívnak, és hát igazából magamról annyit mondanék csak el, tényleg így előjáróban, ami szerintem bőven elég is, hogy én alapvetően evolúciós tanulmányokból kezdtem foglalkozni, még nagyon-nagyon régen, abból írtam a PhD-mat, és aztán úgy hozta az élet, hogy a PhD után Amerikában, utána meg Brazíliába mentem egy-egy posztdok ösztöndíjra, és Brazíliában voltam kint éppen akkor, amikor, ha a kedves hallgatók emlékeznek, volt a Zika járvány. Egy olyan 4-5 évvel ezelőtt, 2015-ös Zika járvány, amikor ugye ez a vírus kisfejűséggel járó tüneteket okozott terhes nők esetében, illetve a magzataikban. És ez egy olyan esemény volt, amit én a test közelből láttam, ami arra sarkalt, hogy én az evolúciós tanulmányokon belül a járvány evolúció felé forduljak, és gyakorlatilag azóta dolgozom ebben a témában. Először a Zika, utána pedig általános evolúciós mintázatok, és nyilvánvalóan most a COVID kapcsán. Hogy a kérdésre válaszoljak a felvezetésben, hogy mit gondolok másként 2019. decemberre óta, ugye a TEDx előadás óta, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy semmit. A TEDx-ben pontosan erről beszéltünk. Itt nem az volt a kérdés, hogy lesz-e ilyesmi, hanem hogy mikor, és éppen melyik vírustörzs lesz az, aki ezt majd okozza. Úgyhogy ezzel együtt én akkor bele is vágnék így az előadásba. Ugye annak az aktualitása, hogy most itt vagyunk, az ugye az emlegetett COVID-19 megbetegedés, amit ugye a SARS-CoV-2 vírus okoz. Én most itt igazából egy mai aktualitású adatbázist hoztam. Ez a globálisan nyilvántartott pozitív eseteknek a száma látható baloldalt fölül pirossal, és a globális szinten az ebben a betegségben elhunytaknak a száma pedig jobb oldalt fehérrel, középen pedig egy igen érzékletes térkép arról, hogy hol hány darab ilyen esetet sikerült eddig leírni. Ezt a Johns Hopkins Egyetem kutatói tartják fönt ezt a interaktív weboldalt, ahol ez nyomon követhető. Tehát, hogy igazából azt lehet mondani, hogy ha jobb oldalt alul nézzünk arra a grafikonra, hogy ugye idén februárban ütötte fel a fejét a tudományos körökben ez a SARS-CoV-nak, illetve az általa okozott megbetegedés, és azóta egyelőre az eseteknek a száma meg nem állt, a növekedés mértéke az, ami kisebb vagy nagyobb különböző régiókban. Most mi ez a SARS-CoV? Itt szintén hoztam egy ábrát
tudományos érdeklődésű közönségnek, gondolom mindenki az, aki most itt van velünk, ez ugye egy törzsfejlődési ábra magáról a vírusról, illetve a közeli rokonságába tartozókról. Itt ugye ezen az ábrán azt látjuk, hogy ha itt föntre nézünk erre a nagy csoportra, ami itt látható, mindjárt meg is próbálok ha itt látható, ezzel a kis rézer mutatóval, ez a 2003-as kínai SARS vírus kitörést okozó vírustörzseknek a csoportja. Ezek olyan különböző a rokonsági körbe tartozó koronavírusok, amelyeket állatokból írtak le azóta vagy időközben. Ez kettő darab denevérből azonosított vírustörzs, amit nyilván van tartva, és ez a vörös klaszter, ők azok, akiket a kínai csúcs alatt Wuhan tartományból begyűjtöttek, tehát hogy ők azok, akik a jelenlegi koronavírus fertőzést okozzák. Ez az ábra leginkább azt hivatott alátámasztani, hogy ugye a közhiedelemben szoktak beszélni arról, hogy a koronavírus, és hogy keringtek ilyen szóbeszédek, hogy a koronavírussal dolgoztak ilyen laborokban, olyan laborokban, olyan, hogy a koronavírus nincsen, ez egy család, amiben meg annyi különböző vírustörzs tartozik, egy rendkívül diverz és számos különböző emlősfajban megtalálható vírustörzs és vírustalád, akik a náthától kezdve az igen komoly SARS megbetegedésig gyakorlatilag mindenféle súlyosságú problémát tudnak okozni. És akkor ha ennél az ábránál, itt a következő, amit hoztam, az igazából egy teljesen más vetület ennek az egésznek, méghozzá azért, mert ugye magát, mivel ez egy vírusos megbetegedésről van szó, nagyon sokszor asszociáljuk önkéntelenül is ezt az egész megbetegedést a virológiának, a biológiának, tehát a természettudományoknak a tárgykörével. Ez a két ábra, ez azt mutatja, hogy a fekete ábrán az látszik, hogy a tőzsdepiaci mutatók, azok milyen zuhanórepülésbe kezdtek, onnantól kezdve, hogy a pirossal mutatott globális, illetve a kínai, illetve az Egyesült Államokbeli eseteknek a száma elkezdett emelkedni. A fehér ábrán pedig azt látjuk, hogy március közepe óta, 6 hét alatt összesen hány munkanélküli segélyre benyújtott kérelem érkezett be az Egyesült Államokba, tehát ezek mindegyik oszlop az újonnan benyújtott munkanélküli segélyre való igényt jelzi. És ezek az ábrák borzasztóan beszédesek azt illetően, hogy egy ilyen jelenséget vizsgálunk mi biológiai oldalról, de itt óriási hiba kizárólag a biológia hatáskörén belül maradni. Tehát, hogy egy ilyen nagyságrendű kórokozónak vagy betegségnek olyan gazdasági, társadalmi, politikai implikációi vannak, amik egyszerűen arra szólítanak föl, hogy itt a természettudományos alapkutatásnak és a gazdaságnak, politikának muszáj közelítenie egymás felé. Mert az egyik által kimutatott mintázatok a másikra lehetnek hatással. Tehát, hogy egy ilyen pandémia, az én még igazából azt szoktuk mondani, hogy kevés olyan dolog van, ami ennél jobban egyesíti az emberiséget, mint egy ilyen világszerte elterjedt fertőzés. És akkor, mivel ugye ennek annyi különböző területe van, amit érint ez a megbetegedés, ugye amikor elindult ez a fertőzés, akkor rögtön érkezett a kérdés a különböző szektorokból, hogy honnét jött ez a koronavírus, hogy került ide, hogy került Kínába, vajon tényleg egy állatpiacról jött-e, tényleg egy denevér volt-e, ki volt az, aki először megette a fertőzött denevért, vagy tobzoskát, vagy akármicsodát, tehát hogy honnét jött ez a kórokozó. És ugye újabban pedig egy másik kérdés az, ami foglalkoztatja a különböző szektorokat, illetve mindenkit gyakorlatilag, az úgynevezett második hullám. Tehát, hogy lesz-e második hullám, mikor lesz második hullám, hogy fog az kinézni, mekkora lesz, miért lesz,
és stb. Stb. Tehát, hogy itt vannak olyan gyakorlatilag világszinten mindenkit megmozgató kérdések, amire úgy gondoljuk, hogy többek között, és nem kizárólagosan, de többek között az evolúció az egy nagyon jó választ tud adni. Úgyhogy én ezt három részre akartam bontani, illetve bontottam ezt az előadást, amit én most hoztam nektek, és az első az arról fog szólni, hogy honnan jön. Tehát amikor mi egy kórokozóval, vagy egy bármilyen parazitával dolgozunk, honnét érkezik, mitől lesz egyszer csak járvány. És akkor innen is kezdeném, hogy kicsit így nem Ádámtól és Évától, de azért a második generációtól, hogy állunk mi a parazitákhoz, vagy ezekhez a patogénekhez, vagy kórokozókhoz. Azok, akik olvasnak a témában, vagy csak hallgatnak erről előadásokat, azok biztos hallották már, hogy van ez úgynevezett evolúciós fegyverkezési verseny. És ez egy tradicionálisan nagyon régóta fennálló elmélet arról, hogy egy gazda és az őt megfertőző, élősködő, parazita, kórokozó, ezek mind szinonim szavak, ezek hogyan viselkednek, hogyan fejlődnek egymással, vagy hát hogyan próbálják meg az egyik elkerülni a másikat, a másik pedig túljárni az egyiknek a veszélyt. És akkor ezt ugye egy ilyen nagyon leegyszerűsített modellel azt lehet mondani, hogy van az egyes típusú gazda, ez mondjuk úgy, hogy ennek a gazda, ez mondjuk egyes típusú, akármilyen genetikai összetételű gazda, akit az egyes típusú parazita nagyon jól tud fertőzni. Ez azt jelenti, hogy ha az egyes típusú gazda aránya megemelkedik a populációban, tehát mit tudom én, az egyes típusú parazitára érzékeny gazdák száma, akkor az egyes típusú parazita is el fog terjedni abban a populációban. És teszi mindezt addig, amíg a fertőzés miatt az egyes típusú gazdáknak az aránya le fog csökkenni a populációban, mert ugye mindenki beteg lesz, és mindenkit fertőz a parazita. Emiatt viszont, mivel a gazdának a száma ritkul, a parazitának a száma is le fog csökkenni, mert lecsökken az elérhetővé váló gazdák száma, de megjelenik egy kettes típusú gazda, tehát mondjuk valaki, aki ellenálló arra az adott fertőzésre, és ezeknek az aránya megnő, ez lesz a kettes típusú gazda. És amikor a kettes típusú gazda, akit ugye már az egyes típusú parazita nem tud fertőzni, megemelkedik, akkor megjelenik a parazitának egy változata, a kettes típus, aki ezt a gazdát fogja megfertőzni. És akkor ez ugye így megy hosszú generációkon keresztül, hogy mindig létezik egy érzékeny gazda típus, amire megjelenik egy azt fertőzni tudó parazita típus, amitől az lecsökken, majd viszi magával a parazitát, de megjelenik egy ellenálló, és ahhoz kell egy új parazita. És akkor ez az, amit egy kicsit ilyen fegyverkezési versenynek szoktak nevezni. Tehát ez az evolúció, koevolúció, vagy fegyverkezési verseny, hogy ugye a gazda mindig jobb ellenálló módokat talál ki, a parazita pedig mindig jobb fegyverekkel túljár ennek a gazdának az eszén, és akkor a végén ez egy ilyen elfutó folyamat, hogy már annyira specifikusan alkalmazkodik a parazita a gazdához, és már olyan kombinált mechanizmusokat eszel ki, hogy őt a gazda ne tudja megtalálni, hogy egy ilyen nagyon-nagyon ilyen szoros specializálódás jön létre. Tehát amikor a parazita az már teljesen a gazdának, a gazda eszén való túljárásra van ki, vagy alakul ki. És ugye ez az, amit gazda specifikusságnak nevezünk, és akkor erre nagyon sok ilyen példát szoktak hozni, hogy az a parazita, aki a gazdát a víz felé űzi azért, hogy utána a gazdából ott kikeljen, és elusszanak a lárvák, meg ehhez hasonló dolgok. Na most ennek a gazda specifikusságnak így elmondva, ez valóban logikusan hangzik, ennek viszont van egy nagyon komoly problémája. Itt ugye ebben a modellben azt találjuk, hogy mint ahogy az előbb is elmondtam, tényleg nagyon leegyszerűsítve, mindig az ellenállók maradnak fönn, és akkor a parazitának egy pici csavart kell beletennie, és még egyet, és még egyet. Magyarul azt fogjuk látni, hogy itt a szelekció az arra hat, hogy csak azok a paraziták maradnak meg, akik azt az adott gazdát fertőzni tudják. És ilyen módon lecsökken a parazitáknak a diverzitása. Mert amikor kettes típusú gazda van, akkor elvileg csak kettes típusú parazitán van.
mert ő tudja azt a rendelkezésre álló gazdát fertőzni. És ennek a ugye ez az, amit úgy hívunk, hogy specializált lesz a parazita, tehát hogy ő teljesen rá van állva, vagy arra a típusú gazdára ő azt fogja tudni fertőzni. És hogy ennek az a problémája, hogy ez felveti azt a kérdést, hogy igen ám, de akkor hogyan tud egy parazita gazdát váltani? Itt most tényleg visszatérek a koronavírusra, hogyha a koronavírus denevérekről lépett át az emberre, akkor hogyha itt koevolúciós versenyről van szó, akkor ugye azt várjuk, hogy ez a vírus, ez hosszú-hosszú időn keresztül abszolút specializálódott arra az adott denevérfajra. Hogy képes akkor egy a denevértől jelentősen különböző másik fajra, egy emberre ilyen hatékonyan átlépni? Tehát ez alapján, a modell alapján azt mondanánk, hogy a gazdaváltás az egy borzasztó ritka esemény. Hogyha megnézzük a ismert gazdaparazita fajközösségeket, hogy nagyon ritkán látunk gazdaváltásokat. És a valóság az sajnos az, hogy ez nem igaz. Ugye ma, pláne a COVID kapcsán, ma már egyik előadásban sem kell magyarázni, hogy mik azok az újonnan megjelenő fertőző betegségek, vagy a WHO által Emerging Infectious Diseases-ként nyilvántartott betegségcsoportok. Ezek olyan újonnan megjelenő fertőző betegségek, amik váratlan közösségekben, váratlan tünetekkel, vagy egyszerűen csak egy váratlan formában ütik fel a fejüket, és itt akkor hozhatnám a példákat napestig, hogy a kisfejűséggel járó zika, az antibiotikum rezisztens baktériumfajok, a rezisztens maláriafajok, a nyugat-nílusi láz Amerikában, tehát hogy rengeteg-rengeteg ilyen példa van. És ezek mind ilyen gazdaváltással történnek. Tehát, hogy mindegyik lekövethetően, vagy egy behurcolt fajon keresztül, vagy egy utazón keresztül, vagy egy bármilyen olyan forrásból, ahol nem számítanánk rá, hogy egy parazita egyszer csak átugrik egy másik faj tagjára, vagy egy másik közösségre. És ugye ez az a parazita paradoxon, amit a tudomány így ismer, hogyha itt koevolúciós versenykezésről van szó, és egy ilyen specializálódási folyamatról, akkor hogyan lehetséges, hogy ilyen nagy arányban történik gazdaváltás? Mert ez nem férne be a modellbe. És akkor ez a parazita paradoxon, ez egy már jó néhány évtizede megfogalmazott probléma volt, egy dilemma volt, hogy hát mégis milyen folyamatok zajlanak itt, amit nem látunk. Vagy mi az, amit nem úgy kezelünk, ahogy kéne. És akkor erre adott egy választ az úgynevezett Stockholm paradigma, ami egy picit máshogy megy neki a gazdaparazita evolúciónak. A Stockholm paradigmának több ilyen kitétele van. Az első az úgynevezett konzervativitás. Itt a konzervativitás alatt azt kell elképzelni, hogy bármilyen fertőzést elősegítő tulajdonság van egy vírusban, baktériumban, egysejtűben, fonálféregben, akármilyen kórokozóban, az ő örökítő állományában, tehát az örökítő anyagában, a genetikai állományában kódolt. És ami a genetikai állományban kódolt, az ugye öröklődött valahonnét, tehát annak a közeli rokonai, a rokonsági körébe tartozó egyéb törzsek és fajok rendelkezni fognak ehhez nagyon hasonló tulajdonságokkal. Tehát ezek a fertőzés segítő tulajdonságok, ezek öröklődnek. Erre például hoztam egy példát, ez a fonálféreg fajoknak a elterjedését mutatja világszerte, és ezek alapján, a genetikai tulajdonságok alapján lehet őket visszakeresni. Ennek az az érdekessége, hogy ezek eredetileg Afrikában kialakult csoportról van szó, ami patás állatokat fertőz. És onnantól kezdve, hogy a mezőgazdasági tevékenység révén ezek a patás állatok átjutottak Ázsiába, onnan pedig Amerikába, ugyanaz a fonalféreg faj képes egy afrikai patást, egy Ázsiában őshonos patást, egy Európában őshonos patást, vagy éppenséggel egy Amerikában élő patásfajt fertőzni. Soha életében nem volt rá alkalma, hogy ezeknek az új gazdákhoz alkalmazkodjon. A régi gazdája találkozik az új gazdával, és onnantól kezdve ez a féreg fertőzés gond nélkül átmegy egyik fajról a másikra.
És ugye ez a konzervativitás az azt jelenti, hogy mivel a fonalféregnek olyan genetikai tulajdonságai vannak, amik egy adott környezetben előnyösek, ezért ugyanazok a tulajdonságok egy nagyon hasonló környezetben ugyanolyan előnyösek lesznek. Tehát az egymással rokonsági körben álló patás élőlényeknek a tulajdonságai, azok ugyanúgy hasonlóak, és ezért aztán az egyiket fertőzni tudó valamilyen parazita jó eséllyel fertőzni tudja az összes többit is, anélkül, hogy valami különösebb alkalmazkodásra lenne szüksége. Na most a konzervativitás jegyében, illetve a genetikai vagy tulajdonságok jegyében, itt mi kettő darab, inkább azt mondom, hogy igen, egy ilyen változót vizsgálunk. Az egyik az úgynevezett genetikai kapacitás egy parazitában. Ez az összes létező rendelkezésre álló genetikai tulajdonság. Itt most egy nagyon egyszerű példát hozok mondjuk emberekből. A legtöbbünk az jelen pillanatban Közép-Európában él, ahol a hőmérséklet mondjuk azt mondom, hogy télen mínusz 20, és nyáron pedig plusz 35 fok között ingadozik. Na most genetikailag mi hordozzuk annak a tulajdonságát, hogy mondjuk 45 fokban, ezt én Brazíliában tapasztalatból tudom, és mínusz 35 fokban is életképesek vagyunk. Ezt a jelenlegi helyzetben nem használjuk ki, mert nem kerül sor arra, hogy nyáron 45 fok legyen, télen pedig mínusz 35, de genetikailag ott vannak bennünk azok a mondjuk hősokfehérjék, vagy valami hasonló enzimek, amik ezeken a hőfokokon képesek minket működésben tartani. Tehát vannak nekünk rengeteg olyan genetikai tulajdonság, és ez minden élőlényre vagy vírusra, bármire igaz, rengeteg olyan genetikai tulajdonsága van, ami ott van benne kódolva, de adott esetben épp nem használja. Hogy ezek közül mik azok, amik úgymond kifejeződnek és használatba kerülnek, azt a környezet szabja meg. Tehát a környezet felkínál bizonyos feltételeket. És ezeket a rendszereket egy picit úgy kell elképzelni, mint egy nagyon rugalmas kirakós, hogyha a környezet által felkínált feltételeket én a bennem lévő genetikai tulajdonságok közül néhányal össze tudom egyeztetni, akkor én életképes leszek abban a környezetben. Nem biztos, hogy szükség lesz rá, illetve a másik oldalról lehet, hogy a környezet olyasmit kínál, amihez én nem tudok hozzászólni genetikailag, de amennyiben a környezet kínálta lehetőségeim közül bármit ki tudok használni, úgy én életképes leszek. És ugye itt a változást, azt abban látjuk, hogyha azt mondom, hogy ez a szürke krumpli, ez mondjuk a genetikai kapacitás, ez minden genetikai tulajdonság, ami jelen van egy populációban, mondjuk azt mondom, egy vírus populációban. Ez itt mind benne van. Ez a X-tengely, ez az egyik környezeti változó, ez a másik. Most az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy ez mondjuk a hőmérséklet, ez pedig itt mondjuk a páratartalom. A környezet ezt a négyzetet kínálja. Tehát mondjuk 10 és 25 fok közötti hőmérsékleten 50 és 80 százalék közötti páratartalmat. Ebben a populációban vannak olyan tulajdonságok, amik pontosan ebben a tartományban funkcionálnak és életképesek. Tehát ez a populáció fönn fog maradni. Ha a környezet megváltozik, az úgy fog történni, hogy ezek mentén, a tengelyek mentén eltolódnak ezek a feltételek. Tehát most már azt mondom, hogy 25 és 30 fok közötti, 80 és 100% közötti páratartalmat kínál a környezet. Azok, akik eddig többségben voltak, nem kizárólagosan, hanem többségben, ugye itt is vannak olyanok, akiknek a genetikai tulajdonságai elmehetnének följebb, vagy mehetnének lejjebb is. Azok, akik többségben voltak, azok hirtelen hátrányba kerülnek, de magában a csoportban mindig lesz olyan, aki, vagy feltételezhetően lesz olyan, aki az új feltételeknek is meg tud felelni. Itt ugye ugyanazt a krumplit látjuk még, de hirtelen most nekik lett egy nagy előnyük. És emiatt ez fog elkezdeni szaporodni,
ők fognak nagyobb arányban részt venni a populációban, ők fogják több utódba átörökíteni a tulajdonságaikat, és emiatt a genetikai kapacitás egy picit megváltozik. Tehát itt ugye a nagy különbség azzal ahhoz képest, amit a koevolúciós versenykezés jósol, hogy az, hogy mondjuk a környezet A-nak vagy B-nek kedvez, az nem egy kizárólagosságot jelent. Az nem azt jelenti, hogy akkor már kizárólag a B változat vagy az A változat életképes, pusztán annyit jelent, hogy megváltoznak az arányaik. Több lesz a B, vagy több lesz az A, de el nem tűnik egyik sem. És ez a jövőre nézve nagyon fontos, főleg egy víruspopulációban. Itt erre hozok egy ilyen nagyon egyszerű példát, ez három különböző folyamat ábra, itt így kell nézni, így megyünk időben. Ez egyik típusú élőlény, másik típusú élőlény, harmadik típusú élőlény. Az első típust azt úgy hívjuk, hogy specialista. Ez egy modell, amit le lehet futtatni, de ez akár egy ilyen észjáték is lehet. Itt van a specialistánk, ez az operatív környezet, ez azt jelenti, hogy ezek azok a tulajdonságok, amiket a környezeti feltételek mellett használ a genetikai állományából, ez pedig a genetikai állománynak az a része, ami rendelkezésre áll, de a környezetnek abban a környezetben nem használják. A specialistára az a jellemző, hogy jellemzően kicsi a használt környezethez képest, kicsi a genetikai tartaléka. Nevezzük így ezt a sloppy fitness-t. Hogyha én ennek a specialistának felkínálok három különböző környezetet, tehát az egyes környezet, kettes környezet, hármas környezet, akkor azt fogom találni, hogy a specialista az egyes környezetben életképes, a kettest és a hármast nem tudja belakni. Mert nincsen olyan tulajdonsága, ami ezekkel átfedne. A polispecialista az már egy picit más, az egy olyan élőlény, ami különböző környezetekhez, de egymáshoz viszonylag hasonló környezetekhez szűken alkalmazkodik. Neki is alacsony a genetikai tartalékának a mennyisége, de ő már egy picit nagyobb elterjedésben megtalálható itt. És akkor neki, hogyha felkínáljuk ezt a három különböző környezetet, akkor ugye szintén azt látjuk, hogy ő ebben az egyben életképes, mert ezzel fednek át a tulajdonságai, de a genetikai tartaléka az már egy sokkal nagyobb tartalék lesz itt. Tehát sokkal nagyobb az a genetikailag rendelkezésre álló tulajdonságoknak az aránya, amit ő a későbbiekben használhat. És akkor a végén itt van a generalista. Ő az, aki nincsen specializálódva, neki tök mindegy. Itt most tényleg azt mondom, hogy most nagyon-nagyon közönséges hasonlattal élve a kecske, akinek teljesen mindegy, hogy dusfüggő legelőn van, vagy szemétdombon van, vagy itt van, vagy ott van, ő ez a jéghátán is megél típus. Ő ez a környezetnek ebben a három részlegében, amit a környezet kínál, ő ezekben használja a tulajdonságait, felkínálom neki ezt a három darab környezetet, és ebből a három darab környezetből ő gyakorlatilag az egyesben ugye ott átfed, az működik, de neki a kettesbe és a hármasba is átnyúlik ez a genetikai tartaléka. Tehát ez a halovány szürke kör azt jelzi, hogy ő ezek között a körülmények között mind-mind alacsony számban megtalálható, vagy képes azokat a környezeteket birtokba venni. Na most itt amire felhívjuk mindig a figyelmet, hogy ugye ez így a három elmondva, ez teljesen más forgatókönyveket látunk itt a specialistánál meg a generalistánál. Amit viszont fontos észrevenni, hogy amikor én azt mondom, hogy most megvizsgálom, hogy ez a vírus, ez mit kell róla tudni, akkor én ezt az állapotot látom. Akkor, amikor ez az adott kórokozó egy adott gazdában benne van. Tehát én megvizsgálom ezt a vírust emberben, megvizsgálom ezt a vírust egy másik vírust kutyában, egy harmadik vírust macskában, és azt a hamis képzetet keltheti bennem a tény, hogy én őt egy gazdában látom, hogy ő csak abban a gazdában fordul elő. Mert hát pandémia van, hát nyilvánvaló, hogy ez az embernek egy megbetegedése. De ilyenkor vissza kell fejteni, hogy jutott ő el az emberbe.
Mert attól, hogy én őt egy emberben látom, egyáltalán nem biztos, hogy csak az emberben fog előfordulni. Sőt, hogyha esélyeket és valószínűségeket latolgatok, sokkal jobb esélye van annak nagy számban előfordulni, aki a jéghátán is megél. Akinek tök mindegy, vagy hát nagy szóval, nagy léptékben nézve, mindegy, hogy milyen mondjuk emlős állat a gazdája. Sokkal egyszerűbb annak egy világjárványt okozni, mint annak, aki kizárólag egy darab fajban, vagy egy darab populációban képes megmaradni, mert ő ahhoz van alkalmazkodva. Na most, ez egy nagyon fontos szemléletbeli különbség a Stockholm paradigmában, hogy az, hogy én valamit látok egy gazdában, az nem azt jelenti, hogy én csak abban a gazdában kell, hogy keressem. Mert annak egy nagyon komoly, úgynevezett evolúciós potenciálja is lehet, hogy az bárhol máshol előforduljon. Most a másik, ebből következően a Stockholm paradigma, amit megállapít, az úgynevezett intimitás. Távolról sem mondjuk azt, hogy nem létezik gazda-parazita koevolúció, de ugye, hogyha a koevolúciót, ezt a fegyverkezési versenyt megnézzük, akkor ez szigorúan véve, ez egy adott gazda, adott parazita, adott környezet, amelyekből mind a három valamilyen szinten állandó. Tehát semmi más nem változik, mint az, hogy a gazda hogyan védekezik a parazitára, és a parazita őt hogyan támadja. Na most, ha már hallottunk olyanról, hogy egy parazitának mondjuk van köztes gazdája, és itt most tényleg csak annyit említek, hogy a Lyme-kornak a kullancs, a maláriának a tigris szúnyog, a veszettségnek a bármilyen emlős állatok, ugye a köztes gazdának az a gondolata, az egy viszonylag közkeletű és ismert gondolat, viszont ott már rögtön minimum kettő különböző fajjal kell számolni, amiben a vírus életképes, ami azt jelenti, hogy minél több köztes gazdája van egy bármilyen kórokozónak, annál hatékonyabb ő. Mert annál inkább megy a generalista irányba. Mert az a malária, aki köszöni jól van egy szúnyogban, és köszöni jól van egy emberben, az egy borzasztó széles spektrumot fed le az elérhető dolgok közül. És ezért aztán azok a paraziták, akik itt ezek különböző halfajok, és azoknak a parazitái, tehát hogy azok a paraziták lesznek az igazán sikeresek, akik számos különböző gazdában elő tudnak fordulni, és nem azok, akik egy adott gazdához alkalmazkodnak, mert ők arra a gazdára lesznek utalva. Tehát itt most tényleg, ha azt mondom, hogy van egy olyan bármilyen kórokozó, ami az emberhez alkalmazkodik, és csak az emberben él, hát az lenne a legjobb. Mert akkor az utolsó ember, aki meggyógyul ebből, azzal ki is írtjuk azt az adott kórokozót. Mert soha többé nem fog előkerülni, meg honnét. Tehát az utolsó ember, aki vagy belehal a fertőzésbe, vagy meggyógyul, ott lesz vége magának a parazitának. De mi ugye most a koronavírus esetében egy olyan parazitával, és nagyon a legtöbb esetben olyan parazitákkal és olyan kórokozókkal kell számolnunk, akik többféle környezetben életképesek, és ezért borzasztó nehéz megfogni őket. És akkor ezzel a környezettel kapcsolatban, ez a sloppy fitness, vagy genetikai tartalékban rejlő lehetőségek, ugye itt megint csak visszatérek erre, tehát a környezeti tényezők változása, az egy vírus szempontjából az a gazdaváltás. Tehát egy vírusnak a gazda a környezete. Hogyha egy vírusnak van annyi genetikai tartalékja, hogy ő át tud egy másik környezetbe menni, vagy ő életképes egy másik környezetben, akkor ő ott élni is fog. És ez a környezet, ez a gazdaváltozás, ez a klímaváltozás többek között az egyik olyan, ami ezeket a környezeteket változtatja. Mert a klímaváltozás miatt, ez ugye megint csak szalagcímek a sajtóból, hogy tigris szúnyogok most már Dél-Magyarországban, Baranya megyében is fogunk belőlük, az afrikai sertéspest is, ami megjelent, a nyugat-nílusi láz, ami megjelent. Tehát amikor ezek a gazdák különböző hőmérsékleti vagy csapadék viszonyok miatt mozogni kezdenek, ezzel gyakorlatilag a bennük lévő kórokozók újabb és újabb környezetekkel találkoznak. Tehát a klímaváltozás az egyik olyan folyamat, ami rettenetesen felerősíti ennek a gazdaváltásnak az arányát. Egyszerűen azért, mert a gazdák
mozgásban vannak folyamatosan, és mit tudom én, a például vonuló madaraknak az útvonala megváltozik a hőmérsékletváltozás miatt, az északabbra tolódó fészkelőhelyek területén házi madarakkal találkoznak, akik átfertőzik emberre a madárinfluenzát. Tehát a madárinfluenza például egy ilyen folyamat révén ütötte fel a fejét. És akkor ugye ebben a Stockholm paradigmában, csak hogy összefoglaljuk ezt az egészet, tehát ez úgy működik, hogy azt mondom, hogy itt vannak a paraziták. Egy tengely mentén különböző változataik vannak, van olyan változat, amiből az adott élőhelyen több van, és van olyan változat, amiből kevesen van. Mondjuk ez az ő élőhelyük, mondjuk egy vizes élőhely. Mindannyian azt használják ki, hogy képesek a vízben életben maradni, de vannak közülük olyanok, akik egy másik élőhelyen is életben tudnának maradni. Nem biztos, hogy életükbe valaha találkoznak ezzel az élőhelyjel, de a genetikai tulajdonságaik alkalmassá teszik őket erre. Na most ez ugye a genetikai kapacitás, tehát ez az a genetikai tartalék, illetve a használt genetikai tulajdonságok. A környezeti lehetőség az pedig annyit jelent, hogy mi ez az élőhely, ami nekik a rendelkezésükre áll. Hogy megváltozik-e a környezet. És ez most mindegy, hogy most ez a vize, a abiotikus környezet, vagy a gazdának a szervezete, valami körülöttük megváltozik. És ahol a genetikai kapacitás és a környezeti lehetőség találkoznak, tehát nekem van a tarsolyomban valami, amit itt és most hasznomra tudok fordítani, ott fog a túlélés megtörténni. Hogyha ezt a vírusok nyelvére le akarom fordítani, van egy környezetem, amiben van x darab vírus, akik ugye folyamatosan sokasodnak, és ezzel változatokat hoznak létre, mert saját magukban másolatokat készítenek, és ezek a másolatok ezek tökéletlenek, és ezekből a változatokból, mikor találkozom egy új környezettel, lesz olyan, amelyik az új környezetben életképes. Úgyhogy az az új környezetben teret hódít magának, sokszorozódni kezd, másoltatja magát, létrehozza az új változatait, majd találkozik egy új környezettel, ahol valamelyik változat életképes, felszaporodik, sokszorozódik, létrehozza a saját másolatait, ahol megint egy új környezet van, ahol megint valamelyik változat életképes. Tehát így működik ezeknek a kórokozóknak a terjedése. Itt nem arról van szó, hogy van egy nagyon specializált, furmányosan kitalált evolúciós kis akármi kapocs, ami révén én át tudok oda menni. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a nagy számok törvénye szerint én létrehozok akárhány változatot, és próbálkozom. És ahol én meg tudok tapadni, ott én meg fogok tapadni. Na most ennek az égisze alatt, ugye 2004-ben készült egy felmérés az újonnan megjelenő fertőző betegségekről, amit hogyha a TEDx-et megnézték, akkor ott ezt már látták, úgyhogy a poént az lehet, hogy akkor már ott lelőttem. 2004-ben ezek voltak azok a újonnan megjelenő fertőző betegségek, amiket azonosítottak egy tanulmány kapcsán, amik vagy új tünetekkel, vagy új rezisztenciával, vagy új területeken, vagy éppenséggel mondjuk azt mondom, hogy kiirtottnak vélt törzsekkel jelentek meg. És akkor 2017-ben erre készült egy ilyen nyomkövetés, hogy mivel már tudtuk 2004-ben, hogy van egy ilyen jelenség, akkor hol tartunk, és 2017-ben itt tartottunk. Tehát ez volt a 2017-es úgymond fejlődés vagy előrelépés, megsokszorozódott ezeknek a száma, és itt ugye bejött a klímaváltozás hatásai mellé a globalizáció, tehát az, hogy én a tegnap előtti dzsungeltúrám után 8 órával már egy budapesti irodában tudok ülni, az, hogy én az influenza járvány elől elmenekülök mondjuk egy trópusi szigetre, hogy nehogy itthon érjen. Tehát itt az, hogy megrendelem a bármilyen weboldalról a féláron vagy negyedáron kapható valamilyen árucikket, amit valamilyen hajóútvonalon vagy bármi úton hoznak a világ másik végéről. Tehát, hogy ez olyan szinten felerősíti ezeket a találkozási pontokat, hogy igazából egy kórokozónak semmi más dolga nincsen, mint végig próbálni mindazt az összes környezetet, aminek őt kiteszik ez alatt az úton. Vagy ez alatt az út alatt.
És akkor itt ugye innen merül föl a második kérdés, hogy mekkora valójában a veszély ezekre az újonnan megjelenő fertőző betegségekre. És én itt most hoztam néhány példát, amiről hát eddig nem nagyon hallottunk, gondolom, vagy sokan nem hallottak, és nagyon remélem, hogy nem is fognak, de sajnos az van, hogy nagyon esélyes, hogy hallhatunk róla. Az egyik az ilyen a chikungunya. Ez egy trópusi, lázzal és végtagfájdalommal járó vírusos megbetegedés, aminek az az egyik ilyen kellemetlensége, hogy a ízületi fájdalom az krónikussá válhat nagyon sokszor utána, hónapokon, éveken keresztül eltart. Ez egy trópusi területen honos, tigrisszúnyog által terjesztett a denginek és a sárgaláznak a rokona, amit itt egy elterjedési térképet hoztam, négy válfaját ismerjük összesen, van az eredeti, a legrégebben felfedezett közép-afrikai, valószínűleg itt innen ered, vagy itt alakulhatott ki. Innen van egy variáns, ami átfertőzött Nyugat-Afrikába, illetve innen már átkerült különböző áruszállító útvonalokon Dél-Amerikába. És két darab keleti kifertőzése volt, az egyik, az a piros karikával jelzett, ez 1960-as években jelent meg Dél-Kelet-Ázsiában, és onnan került át Közép-Amerikába szintén áruszállító útvonalakkal, és ezt követően volt egy második variáns, ami szintén Afrikából indult útnak, ez az indiai óceáni, ez a sárga körrel jelzett. Ennek az a különlegessége, hogy ez már idegrendszeri tüneteket is tud okozni, nagyon hasonlóan a Zikához. Na most ezt ugyan a tigris szúnyog terjeszti, viszont 2010-ben, ezt történetesen sajnos tudjuk, egy turista út kapcsán, az egyik utazóval átkerült a chikungunya Dél-Franciaországba, vagy bocsánat, 2007-ben, átkerült Dél-Franciaországba, ahol tigris szúnyog ugyan nem él, illetve akkor még nem élt, viszont annak egy rokona, az úgynevezett albopictus, ennek azt hiszem olasz szúnyog, vagy valami ilyesmi a magyar neve, tökéletesen alkalmas köztes gazdája az is, és onnantól kezdve ma már stabil állományai vannak ennek a vírusnak, Dél-Franciaországban és Észak-Olaszországban. Itt nem az ember volt az állandó tényező a vírus életében, itt a terjesztő szervezet volt az, amit váltott. Tehát ez egy tipikusan olyan megbetegedés, ami bekerült egy új környezetbe, Dél-Kelet-Ázsiából Dél-Franciaországba, de ott talált egy olyan alkalmas hordozót, amiben tökéletesen jól van és tökéletesen érzi magát, ugyanolyan hatékonyan fertőz. A következő példa, amit hoztam, az afrikai sertéspest is, erről biztos, hogy hallottunk tavaly, ez minket is elért, ez ugye egy emberben tüneteket nem okozó, ám de a házidisznó és a vaddisznó állományra halálos kort jelentő megbetegedés. Ez itt a vírusnak egy mikrosz, vagy egy molekuláris képe, csak kicsit rossz a felbontása. Ezen a térképen az látszik, hogy hol vannak azok a pirossal jelzett házidisznó telepek, illetve a lilával jelzett vaddisznó esetek, amiket regisztráltak itt, ugye ez Magyarország, ez Lengyelország, tehát ez itt közel és Kelet-Európában egy igen komoly, óriási nagyszámú állat leölését szükségessé tevő járvány. És ez egy másik térkép, ami azért érdekes, mert itt a piros pontok azt jelzik, ahol Európában nyilvántartott szafari parkok működnek. És ezek közül, a szafari parkok közül, én most itt megpróbálom megkeresni amelyik itt fontos. Egy pillanat, csak a lézert átirányítom. Valahol itt van az a Krím-félszigeti szafari park, ahol először regisztrálták a sertéspestis járványt, mivel a sertéspestis vírusa az eredetileg az Afrikában honos varacskos disztónak a megbetegedése. Varacskos disznókban borzasztó alacsony százalékban okoz bármilyen tüneteket, az a faj az csak hordozza, tehát nem pusztulnak bele. És amikor ez az új varacskos disznó szállítmány megérkezett, ennek a szafari parknak a környezetében indult el először az, hogy ilyen megbetegedett vadállományt tapasztaltak, és innen terjedt ki ez az afrikai sertéspest is egyrészt Kelet-Európa felé, másrészt pedig át keletnek Ázsia felé.
Tehát ez megint egy tipikus példája annak, amikor egy veszélytelen, gyanútlan, abszolút egészségesnek látszó, ugye ebben az esetben a globalizáció hatására Európába érkező állatról van szó, aki behordoz egy olyan megbetegedést, ami utána tömeges gazdasági károkat tud okozni. A következő az ugye az Ebola, erről biztos, hogy mindannyian hallottunk már, ez az Ebolának az afrikai elterjedését mutatja, illetve ezen a térképen, ezt most igazából azért hoztam elő, ez az Ebolának a mutációs rátáit, tehát a változékonyságra, a változásra való hajlamát mutatja. Na most az Ebolával ugye járványügyi szempontból az olyan, az egyetlen dolog, amiben sajnos azt kell mondjam, hogy szerencsés, hogy ilyen óriási mortalitási, tehát halálozási rátája van, hogy az Ebolát nem lehet észrevétlenül behordozni valahova. Mert aki megbetegedett, azon egyértelműek a tünetek. Ezt ugye ne felejtsük el, hogy a koronavírus esetében 80%-a a fertőzötteknek tünetmentes. Tehát, hogy ez egy olyan alapfeltétel, ami ahhoz kell, hogy egy pandémia alakuljon ki, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy hol van maga a megbetegedés. Igen ám, de a változékonyság jegyében itt alul látszik ez a RESTV, ez az úgynevezett Reston vírus. Ez az Ebolának egy ma már Észak-Amerikában is dokumentált válfaja, ami emberben tünetmentes. Majmokban borzasztó súlyos vérzéses lázat tud okozni, de emberben, és még ki tudja mi minden más különböző állatfajban, tünetmentes. És ami miatt én hoztam ide az Ebolát, az az, hogy ugyan emberben nagyon jól tudjuk, hogy borzasztó tüneteket és hatalmas halálozást okoz, de az, hogy az emberre miből fertőz át, tehát hogy amikor elindul egy Ebola járvány bárhol Afrikában, akkor mi volt annak a közvetlen kiváltója, úgy, ahogy mondjuk a denevér a koronavírusé, azt a mai napig nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, hogy mi az az úgynevezett rezervoár szervezet, vagy mik azok a különböző fajok, amik tünetmentesen hordozzák ezt a kórokozót, és amiből utána emberekre átfertőz, és akkor van egy ilyen hatalmas járvány. Tehát itt ugye megint az van, hogy van egy olyan betegség, amiről nem tudjuk, hogy honnét jön, csak azt tudjuk, hogy elképesztő mortalitással jön. És akkor utolsóként hoztam egy újabb példát, az úgynevezett Jobiu vírus. Ezt 2000, azt hiszem, hogy 7-ben vagy 9-ben írták le Spanyolországban, és utána pedig 2016-ban Magyarországon. Ez szintén denevérekben megtalált vírusforma. És itt ez megint egy törzsfejlődési ábrát, vagy egy törzsfát hoztam megmutatni. Ugye ez az a 2002-ben írták le, tehát ez az a 2016-os Magyarországon talált Jobiu vírus minta, amit denevéreknek a szövetei között találtak, és ennek a közeli rokonsági körébe tartozó más egyéb vírusok, ide tartozik például a Reston vírus, ide tartozik az úgynevezett bundibugyó vírus, ami egy szintén nagyon brutális tüneteket okozó Afrikában honos vírus, de többek között az igen közeli rokonsági körébe tartozik maga az Ebola. Tehát ez egy olyan vírus, ami egyenlőre még nem tudjuk, hogy emberekben megbetegedéseket okozna, de a rokonsága, és itt megint visszakanyarodom oda, hogy konzervativitás, a rokonsága alapján mindenképpen képes rá. Tehát a genetikai tulajdonságai alapján. És itt pedig azt a néhány elterjedési térképet hoztam, ami ezeknek a vírusoknak a denevér gazdáit mutatja. Ez ugye itt az Ebola, amit itt látunk. Ez itt maga a Jobiu vírusnak az elterjedési területe, és akkor ez itt a Marburg vírusnak az elterjedési területe, ez pedig a Reston vírusé. Tehát itt ez hangsúlyozom, itt nem a vírus elterjedési területéről van szó, hanem azoknak a denevérfajoknak az elterjedési területe, amelyekből már leírták ezeket a vírusokat. És akkor így érkezünk el ugye itt a harmadik kérdéshez, hogy mi az, amit tehetünk ez ellen, mert hogy itt egy picit ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy ezek ilyen kitörni készülő evolúciós, vagy megtörténni készülő evolúciós balesetek, amikor egyszer csak a rossz
denevérrel, tobzoskával, házityúkkal, a rossz példánnyal találkozunk, és hirtelen egy pandémia közepén találjuk magunkat, vagy egy kitört járvány közepén találjuk magunkat, és erre dolgoztuk ki ezt az úgynevezett DAMA protokollt. Ez a DAMA, ez egy mozaik szó, ami négy szóból tevődik össze. Az első az a dokumentálás, ami annyit tesz, hogy megtalálni őket, mielőtt ők találnának ránk. Ugye ma a patogéneknek a különböző ilyen extrapolációs modellek segítségével úgy számítjuk, hogy nagyjából a 10%-át ismerjük. Ez ugye a újonnan leírt fajoknak az arányából lehet erre következtetni. Ezt a láthatatlan sokféleséget, ezt muszáj felfedezni. Ez ugye a virológia, a bakteriológia, a parazitológia, tehát ezeknek a tudománykörébe tartozik, ami jelenleg is zajlik, de nem egy keretrendszeren belül. És ennek a keretrendszernek a megalkotásához egy olyan dinamikus adatbázist hoznánk létre, ami összegyűjti ezeket az eredményeket. Ezt biztosan sokan hallották már, hogy például a koronavírus esetén 2005-ben készült az a tanulmány, ami ott a kínai régióban leírta, hogy ezek a koronavírus törzsek olyan állatokban találhatóak meg, amelyek rendszeresen kerülnek fogyasztásra, és ezek ugyanazok a vírustörzsek, amik komoly megbetegedéseket tudnak okozni. Tehát ezt 2005 óta tudjuk, hogy erre van lehetőség. Hogyha ez megtörtént, akkor következik az SS, vagy az értékelés, vagy ez a kockázatbecslés. Itt egyrészt nézzük a földrajzi elterjedését, de másrészt ezt az úgynevezett filogenetikai vagy törzsfejlődési osztályozást, és itt megint visszanyúlok a genetikai konzervativitásra. Hogyha van egy újonnan felfedezett fajom, akinek a rokonsági körébe olyan nem patogén fajok tartoznak, akik nem tudunk róla, hogy megbetegítenek embert vagy gazdaságilag fontos fajokat, akkor a genetikai konzervativitás miatt nagyon komoly esélyem van rá, hogy ennek a fajnak sincsenek olyan tulajdonságai, amik alkalmassá teszik arra, hogy megéljen egy emberben, vagy egy házi állatban, vagy egy haszonállatban. Ha viszont egy olyan fajt találok, vagy törzset, aminek a közvetlen rokonsági körébe patogének tartoznak, tehát ismert kórokozók, akkor ezzel már egy magas kockázatú csoportba kerül ez az újonnan megismert faj, mert genetikailag képes rá. Az, hogy még nem tette meg, az nem jelenti azt feltétlenül, sőt, általában legtöbbször nem jelenti, hogy nem is képes rá, egyszerűen csak nem volt még lehetősége. És amikor ezt a magas kockázatú csoportokat, vagy magas kockázatú törzseket azonosítjuk, akkor következik a monitorozás, ami az úgynevezett nyomkövetés. Akkor ezeknek fel kell tárni a mozgás mintázatát, meg kell ismerni a genetikai változásait, mennyire hajlamos változásokat vagy változatokat generálni, mekkora a diverzitása, mekkora skálát fednek le ezek a lehetőségek, és hogyha ezt sikerül, tehát hogyha ezt elvégeztük, és tudjuk és ismerjük már ezt a potenciális veszélyforrást, akkor következik a cselekvési terv. És itt újra visszanyúlok arra, amivel az előadást kezdtem, itt lép be az, hogy kommunikációt kell kezdeményezni tudományos és nem tudományos szektorok között. Mert itt az elővigyázatosság elve alapján szükség van egy nagyon szoros együttműködésre, hogy egy tudományos eredményre hivatkozva képesek legyünk olyan cselekvési terveket, olyan protokollokat, olyan intézkedéseket kidolgozni, amivel meg tudjuk akadályozni, vagy legalább lecsökkenteni, hogy ez a gazdaváltás, ez az átfertőződés megtörténjen. És itt nem kell nagy dolgokra gondolni. A pasztörizálás ilyen, a sertés termékeknek az átsütése és az átvizsgálása, ezek mind-mind ilyenek, de ennek a keretrendszernek a segítségével mi azt a lépést próbáljuk kivenni, hogy először ki kelljen törnie valami betegségnek ahhoz, hogy utána reagálni tudjunk rá. Tehát ennek a keretrendszerek a segítsége nem kell megvárni, amíg valaki fertőzést kap a pasztorizálatlan tejtől, amíg valakiben fonálférgek tenyésznek a sertéshústól, vagy amíg valaki adott esetben vírusfertőzést kap egy vadállati denevértermék elfogyasztásától. Mert ha tudjuk, hogy ott vannak benne a kórokozók, akkor azelőtt tudunk reagálni, hogy ez megtörténne. És akkor ennek ugye az égisze, vagy ennek az egyik lelke, a tudományos közönség részéről az a tudománykommunikáció, ahol lefordíthatóvá és értelmezhetővé teszünk tudományos eredményeket.
embereket. És akkor én igazából ennyit hoztam mára mindenkinek, aki itt volt velünk, és végighallgatta. Én remélem, hogy egy idő után, ha bevezetésre kerül ez a protokoll, akkor egy picit közelebb állunk majd ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki a következő ezen a porondon. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük. Most az lenne a forgatókönyv, hogy magát ezt a részt lezárjuk a beszélgetésnek, és úgy folytatjuk, hogy elindul az interaktív párbeszéd. Jó, és addig is, amíg ez megtörténik, te hallasz engem, ugye? Igen, igen. Addig is, amíg megtörténik, addig próbálok tűzbe hozni egy...